Egyre gyakoribb napjainkban az, hogy valaki már diákként is saját keresetet szeretne. A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra a diák szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan jogszabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében. A diák munkavállalók esetében nagyon fontos, hogy adózás szempontjából nincsenek speciális szabályok, tehát főszabályként ugyanazok az előírások vonatkoznak rájuk, mint a felnőtt munkavállalókra. A diákok a munkatörvénykönyve alapján 16 éves kortól vállalhatnak munkát szülői engedéllyel, 15 éves kortól abban az esetben, hogyha nyári szünetben, hogyha nappali tagozaton járnak általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába. A munkavállaláshoz adóazonosítójára van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni. A diák munkával szerzett jövedelem, néhány foglalkoztatási formát kivéve is adóköteles. A személyi jövedelem adó mértéke 15%, amit a munkadó adóelőlegként volna a diák bruttó jövedelméből. Ha munkaviszonyban vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is fizetnie kell. A diákokat egyébként ugyanúgy lehet foglalkoztatni munkaviszonyban, megbízási szerződéssel, egyszerűsített foglalkoztatás keretében, turisztikai vagy idénymunkára, illetve háztartási munkába, mint a felnőtteket. A különbség csak az, hogy mások a közterhek ezeknél a foglalkoztatási formáknál, és egy picit kivétel még az iskola szövetkezeteken keresztüli foglalkoztatás, mert itt azért vannak speciális, illetve kedvezőbb szabályok. Ugye a nappali tagozaton tanulók tudnak iskola szövetkezeten, diák szövetkezeten keresztül munkát vállalni, és ez nagyon népszerű mind a foglalkoztatók körében, mert például ilyenkor nekik nincsen közteher, tehát nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, és népszerű a diákok esetében is, mert csak a személyi jövedelemadót kell megfizetni, a 15%-ot, és nincs járulékkötelezettség. Még például munkaviszony vagy megbízási szerződés esetén ott van közteher a munkáltatónál is, illetve járulékot is kell fizetni a diáknak. A munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, ami csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján. Érdemes a diákoknak előre tájékozódnia a munkáltatóról, foglalkoztatóról, hogy milyen feltételekkel alkalmazzák őket, a feltételeket munkaszerződésbe, tehát írásba foglalni, hogy mennyi a munkabér, napi órabért, vagy havi bért kap, vagy teljesítménybért, tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni, illetve az adóhivatalnak a honlapján, az adatbázison belül van egy olyan lista, ahol a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégek találhatóak meg. Érdemes erre is rákeresni, mert lehet, hogy az a cég, aki nem tartja be a szabályokat, tehát bejelentés nélkül foglalkoztat, lehet, hogy a diákkal megállapodott munkabért sem adja oda, vagy más feltételekkel foglalkoztatja, mint amivel megállapodtak. A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a 72-es számú információs füzetben a www.nav.gov.hu oldalon.